29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Micsoda fogadtatás, illusztris társaság. Megéri egy kicsit kiruccanni. A szürke évköznapokban. Ernő, te mit keresel itt? Basszus, tényleg. Azt hittem egyedül jövök, lesz egy kis nyugalmam. Nem tudsz levakarni sem. Mindenütt ott vagytok. Hát megint egy bonyhádi rétes, ami a... Bonyhád Varasdi, ami a Pap Gyurinál volt. Még meló után nem szegény nyugat nekiugrasztottam. Na, ennek a receptjét majd el fogom lesni, úgyhogy... Almás van például. Csinálunk egy videót róla, hogy csinálja. Szilvás gombóc ízű. Kóstoltad már? Nem baj, legalább több marad nekem. Fogyókúrázok pedig. Ez fogyókúrás? Csak nem jön össze. Ez jobb, mint a szőlő. Na jó, ilyet nem lehet mondani. Tegnap este langyosan milyen jó volt. De jó. Még robogott ez a vége, ez a sarkai. Milyen ilyen mák? Mákos, vagy mi ez? Kérdezik, a szilvás gombóc ízesítésű, de mákos. Ó, óriás. Prézli, pirított prézli, faszán a saját szilva. És mák. És fanyag. Üdvözlöm a kedves nézőket, Ernő barátjánál vagyunk Cece mellett. Itt van velünk Zoya, Ukrajnából fog nekünk kicsit segíteni itt a ukrán fajta nevekkel kapcsolatban, minden mással. Megnézzük ezt a kis szőlőbirtokot, nagyon komoly új fajták vannak. Fogunk válogatni akár a jövő évi fajták beszerzése miatt. Nézzük. Érdemes végignézni. Na nézd meg a Wellest már! Túlérett. Túlérett állapotban be is rohadt. Nézd csak. Itt is ugyanaz. Ugyanaz, mint nálam. Muslinca hegyek. Viszont mazsolának kitűnő a Wellest. Én most próbáltam. Eszméletlen jó mazsola van belőle. Meg nincs kész nálam, most van benne a daszalógépben. És kell neki, hogy 3 nap, ha nem több, ilyen 40 fokon. Mert egy sima padlásra felakasszunk akkor. Hát a fene tudja, nem tudom, hogy ez a fajta bírja. Régebben meg volt olyan fajta. Szellős hely kell neki. Ja. Jó, a padlás az nagyon jó, mert száraz és szellős. Most fogok a szultánból is. Hatalmasnak tömör fürtök. Igazi aranymazsolát. Nem kényes a szultán nálad? Nem igazán. Nincs fele gond. Milyen nálad van? Nem eredt meg. Oltottam egyet, de nem sikerült. Pont az. De viszont annyira finom. Ilyen nagyon erős, ilyen citrusos ilyen íze van. Ugye nagyon erős ez a savanyú íz az édes mellett. Nagyon jó íze. A mazsolája is szinte csiklandozza az ember nyelvét. Annyira. Nagyon finom. Nagyon. És nem barna, hanem szép sárga a mazsolája. Szedtem le landist, ami tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó, ilyen frissítő bodzás íz, és ugyanabban a tálban volt szultán, és mellé ettem a szultánt, és annak ütősebb íze volt. Egész más. Pedig hát egy apró bogyós, nem egy olyan keresett fajta, de én biztos, hogy nem válok meg tőle. Az, amiket a Boris barátunk mondott, hogy 3 permetezés, az az idén sajnos nem jött be. Az biztos nem. Az kevés volt. Hányszor permetezte, Attil? Egy lemosó. Meg 7. Hetet. Egy lemosó, meg 7 vegyszeres. Meg 2 szódabikarbóna. Meg 2 szódabikarbóna. Aha, és így tudtad úgy nagyjából megvédeni itt. Aha, Peron a szpóra bejött neki most a végén már. Na, talán Lora itt, ugye, ha jól emlékszem? Ez mi? Lora. Lora, de iszonyat finom. Már érett kell legyen. Ez nagyon jó fajta. Igen, már akkor lesz, nekem már megverett. Neked van Lorád? Mutatós és nagyon jó. Te itt aztán mindenfajta bogár van. Van sava, van cukra. Hú, de finom a Lora. Nézd, édes. Ez a nagyon dinnyetermő homokon. Azt is mutasd meg, azért itt nem nehéz jó szőlőt termeszteni. Hát ebbe úgy nő, mint a
passzulj. Elengedi a vizet is. Bár volt, amit már hogy állt a víz. Igaz-e, Hati? Kóstoljuk már meg ezt a lórát, ha eszméletlen finom. Én még nem kóstoltam sose. Nem? Most a legjobb érésben van. De finom. Szép egészségesek a levelek, nem sok peronosz látszik. Lóra. Aztán... Na és ez... Ez melyik itt lehet? Is van a cefre szag, de nagyon nagy bogyó. Ez még nincs kész. Ez valami középérésű. Mondta Krisztó, igen, ez ilyen közép. A középkésői. Parlagfüvet kihúzom Attilának. Én olyan allergiás vagyok. Ez fehér libatop. Igen. Micsoda? Fehér libatop. Székelyek labodának mondják. Igen, én meg azt hittem parlagfű, gyorsan ki is húztam. Gyógyhatású is, meg tápláló. Lehet leves készíteni belőle. Na hát akkor mindenképp elvisszük. Volt egy őzikém, egy saját nevelés őzgidám. Ha vittem neki gazt, akkor ezt tette meg először. Úgy ízlett neki. Disznopari, nagyon szeretnek egy disznopot, hogy... Ez a Monte Cristo gyönyörű. Gróf Monte Cristo. Gyönyörű. Ez. Oda nézd. Szakszerűen... Hát emberek, egy közel 20 g-os bogyó. És jó az íze is. Jó, alakul. Még egy, van neki még egy kicsi cukorosodni valója. Húsos, ropogós. Finom. Levecses. Nagyon jó. Minden együtt. Hát nem egy rossz. Finom szőlő. Minden együtt. Kóstolsz? Én már megkóstoltam. Most nem íz lett? Nem, se vanyú még. Savanyú. Az élet csajoknak se... minden savanyú. Élet savanyú, de nézd, ez szilvás gombóc bogyó. Mérete nagyon jó színe is, meg fürtellega. De savanyú. Jöttek hozzám többen ilyen hölgyvevők a szőlőbe, és nagyon mindig az édesre mentek. Hoppa, hopp! Akkor zábavát kell neki kóstolni. A csajok mindig az arra mennek, hogy édes, édes, nem is számít nekik, hogy milyen, csak édes. Amerikai Jupiter, Zábava, Sába királynője, apró szemét, olyan édes, hogy... Mondjuk eddig még az amerikai Jupitertől mindenkinek elakadt a szava meg a lélegzete. Az... Még rajta van, pedig már régóta érett. Jupiter nem egy nagy bogyós, de eszméletlen jó. Hát a Monte Cristo az gyönyörű, az biztos. Mi van itt mellett ez? Ez nem Monte Cristo, nem? Ja nem, ez nem alatt. GMK 29, az mi? Az Gróf Monte Cristo lehet. Aha, ez a Monte Cristo cinki. Úristen. Nézzétek meg Ernőt, mennyire követi a divatot itt cipőügyileg. Én már itt cecén úsztam a homokba, a hatalmas tócsákba, havas esőbe. Igen, ezzel a sportcipővel kicsit mellé nyúltam. Na ide néz. Fú, mi ez? Ez se kutyafüle. Mi ez a nagy gölődin? Mindjárt nézzük. Na, csodálatos. Julián. Magja barnul, húsos, édes. Hogy nézzem csak a Julián. Hol van? Itt búvik bent. Kötődés az olyan, amilyen. Preobrazsenyi ízű. Kötődés az... Ennyi szóval nem tökéletes, de mondjuk ilyen lomb mellett lehet, hogy ha kezelve lett volna, akkor jobban kötődik. Attila, te mennyi zöld munkázol itt? Én is így jártam. Először még... Akkor ez az. Nagy bőszen szedegettem a hónajhajtásokat, vágtam, ezt előbb-utóbb megunja az ember. Elbúrjázik augusztus végére. Hát nem még eddig ez a glória, ki tudja mivel. Tehát a lombozat az hibátlan, Attila. Szinte ez ma. Julián. Nagyon ropogós, muskotáros.
Hatalmas bogyók voltak ott az előbb. Úristen, csak azt akartam mondani, a színe az nem annyira tetszik. Akkor picit olyan kókat. Első évben, ami hozza, azok vagy ilyen kacsokon is hozza termést? Vagy csak nézd meg. Nagyon finom. Igen. No, gyönyörű nagy, igen, gyönyörű, igen. Mindegyik kacsolott, a kettő fürt, minden nagyon kacson. Leragadtatok a Juliánna. Igen, mert minden kacson két fürtöt hoz, és nem sokára beérik az is. És itt sincs halára tápanyagozza, mi? Ebbe a homokba. Hát ez egyszer meg lett rágyázva, én szerintem, és onnantól majd, ha látja Attila, hogy gyengül esetleg a... Ez meg olyan, mint a Preobrazsenyel. Attila itt. Ja, mert szerintem az is Julián. Preobrazseny ott van neki, arrébb. Ezek a potomok rizomat. Potomok? Potomok rizomat. Potomok. Mennyi sétálom el. Az a nagy bogyós? Ide nézd, mi hol olyan. Milyen, mennyi másod term. Potomok rizomat. Ebből leveszek egy-két levelet? Itt van egy hónajhajtás, amin öt fürt van. Oda nézz itt. Ide nézd, Miki. Mi fürtök? Öt fürt egy hónajhajtáson. Alul kettő nagyobb, és három, négy kisebb. Hat fürt. Ez az elég bőtermű fajta. Hat fürt. Ez a potomok rizoma. Ez is olyan Juliános kinézet, nem? András barátunk nagyon dicséri. De azt mondta, szerintem nagyon jó. Finom. Az egészségi állapotával is meg van elégedve. Ne vigyem magam. Nézd meg. Megjelöljem ezt is? Kell belőle? Szerintem ebből tavaly nem vittünk. Nem. De meg lehetne a tendon pergolára csinálni, tényleg. Felfele, ferdén, oszlopokkal, drótokkal, amiben itt vannak fönn a vesszői. Meg hát ugye, amikor megszedték a vesszőt a fajtákról, ez össze-vissza lett csócsálva télen. Ja. Itt nem kiméltük a tőkéket. Ez is az még mindig? Attilánál is azért a rohadás ez. Ez a muslica. Ez na, eddig... itt van a veszélyes, a... mi a neve? Ez az a parlagfű. Igen. Ez hát... Ne is úgy hozzám, én allergiás vagyok. Nekem semmi bajom. Valamikor ültem a szecskavágógépbe a TS-be, gyerek voltam, sárgák voltunk tőle, és nem lett semmi bajunk. Nem virágzik, itt van, hogy kezdni. Tüsszögök majd itt a videóba. Semmi bajunk nem volt. Sárgák voltunk, mint a kínaiak, meg a japánok. Annyi volt rajtunk a virágporból, nem volt semmi bajunk. Most meg csak az ember felé fúj a szél, már beteg. Jó kis muskotályos. Ú, de jó. Nem elég édes. Kicsit a nap is megsütötte. Attila majd mondja mindjárt a nevet, már ugye benne. Gyönyörű fürtök. Ilyen kicsit tömörek talán. De nem elég édes. Szép sárgára érik. Ez valószínűleg egy ilyen középkésői. Nekik kell. De szép. Nálam a héja miatt ez már nem játszik, látod? Uh-huh. Pedig nem vagyok finnyás. Ja. Ez is ugyanaz lehet. Ugyanaz. Nem tudjuk. Ez egy fehér, ez nem róza, a róza utána van. Ezt nézzétek meg, mit találtam. Róza rannaja valószínűleg. Ez valami, ez nagyon jó, nagyon finom ez a bordó, ez a róza rannaja. De jó. Nézd csak meg ezt. A sötét bogyók nagyon jó édesek. Szinte alig van sava, nagyon finom édes. Édes roppanó. Icipicit tömör a fürtje. Kézzed, de az bekötődik rendesen. Ja. Nem ilyen aprók a bogyók, hanem mind nagy, akkor ez elég komoly. Ja. Komoly feszültség volna benne. Ez jó? Finom. Ehető a héja. Ez nagyon jó. Róza rannája. Ez még az egy korai, mert rannája az korai. Már készen van. De mi fürtök? Hát ott az árnyékba egy kicsit szintelenebb. Ezek a nagyon beért bogyók nagyon finomak. Zoya, ranni az korai, ugye? Korai, igen. Jól emlékszem. Kóstold már meg ezt a róza rannáját.
korai rózsa. De jó sötét bogyókat, nagyon finom. Lövögél már nekem a kertemben, csak nincs még bogyó. Ilyened van. Te vászal ültettem már. Jó, mi? Nagyon finom. Igen. Gyümölcsös olyan. Sok embernek nem is kell más egy jó fogyasztású szöllőhöz. Roppogjon, levecses legyen, édes legyen, héját ne kelljen rágni. Engem. Nem érzem a magot. Nézd meg. Amikor jó, amikor jó levecses a szőlő, akkor lecsúszik a lével együtt a maga az ember. Én szeretem ropogósat meg... és harapnyivalósat is. Uh-huh. De... Ez jó, ez a kis rózerennel, szerintem. Vannak olyan fajták, hogy a magját könnyen szét lehet rágni, több olyan fajta van, hogy szinte... Ez engem érdekelne majd ez a... Ez a fajta. Neked van? Nincs, nincs. Nekem volt, csináltam volt, amikor szindaladtam véletlenül. Nem maradt egy se. Ez fehér rózsa, ez meg a rányi rózsa, a korai rózsa. Aha. De ez még savanyú. Igen. Ja, ez még nem jó, de ez a... Ez nagyon jó. Na, ez az első fajta, ami de ha megint ugyan... Nem, ez jó. Itt van egy kék, amit nagyon megettek a muslicák. Igen. Egy egészséges bogyót találtam. Ez is a bizonyíték, hogy a sötét színűeket támadják el leghamarabb. Itt aztán van ám szag. Imádják a muslicák ezt. A sötét bogyósak azok elsőként véreznek el sajnos. És ez mi ez a fajta, amit ennyire szeret a muslica? Ilyet biztos nem ütetek. Itt van egy papír. Ezt kérlek szépen. Valami van. Selecta. Lehet Selecta. Olyan? Jelent valamit? Selecta. Nem. Akkor nem ezt kiszelektáljuk. Nem. Igen. Nincs. Ez nem rossz. Szép is a színe. Nézzük, hogy a bogyó mennyire kapaszkodik. Ú, de édes. Azt is meg kell nézni. Látod? Az se utolsó szempont. Nem hullik le. Hogy néz ki ebből egy rendes sült? Itt lóg alul. Nálam most az egyik legjobb fajtám. A nagy bogyójú, nagyon finom muskatályos, nagyon, nagyon mutatós, nagyon jó. És egyszerűen, ha megérik, egy-két héten belül elkezd lepotyogni. Ez olyan, mint a blesztyasil lenne a tűz. Nem az? Nem lehet zsizel, a zsizel sokkal sötétebb. Nagyon finom. Itt valami van. Jó, itt van egy olyan, hogy valamilyen 43-as. 43-as az micsoda? Szerettem, akkor ehhez tartjuk. Nagyon finom, nem lesz jessé. Az nem az ilyen tarka volt. Ezt néztem az a tárpitánál. Aha. Még kérdeztem is. Csak a színe mondom, ez az arány. Nekem van olyan a Muscat Blessed Chiclassné, az a neve. Kérdeztem az árt, hogy az azt mondta, hogy ez nem. Nem, az olyan csíkosan festett. Jó levecses, finom, mézédes. Szépen ragaszkodik a bogyó, nem pereg. Ja. Jó fajta. Nem is bántja különösebben semmi. Vannak itt, egész, tekintélyes 10 g. Tudná ez szépet, bogyó. Ha normálisan bekötne. Mindjárt az Attila mondja, mi az, akkor meg... Megtudakoljuk, hogy ilyen van-e nekünk. Mondta, hogy ilyen kis enyhe muskotája is lenne talán. Kaméleon? Kaméleon? Ez a kaméleon? Hát nálam annyira túl van érve, hogy már mazsola. Nagyon finom. De nálunk a kaméleon ropogósabb. Nem mondhatom. De? Azért kaméleon, mert változik. Nagyon mézédes, ropogós. Van benne muskoták? Ilyen a kaméleonom. Nincs igazán. Talán a végén, mintha... Egy picit, nem. Az én kertemben ez az állapotban van már. Ilyen túlérett, aszott állapotban, de... Ja. Szerintem 25-es cukra biztos van. Egyszerű. Ja, nincs különleges íze, de azért... Igen. Semmi baj nem éri, de ilyen szépen aszalódik. Igen. Ja. Egy másik fajta. Kleopátra, vagy valami ilyesminek még van.
Igen, Kleopátra. Kleopátra? Még egész jól bírja. Az is most kezd érni csak. Aha. Jó, gyümölcsös. Itt van egy szép fürt, ezt érdemes fölvenni, nézd csak, Miki. Ez kiadja, hogy milyen valójában hát ez, fajta. Ez a Kleopátra, ez is ilyen sündisznószerű. Majdnem olyan, mint a Bajkonúra bogyója. Igen, de ízre is hasonló. Ezt a szép nagyot megkóstolja. Pillanat. Olyan gyümölcsös, nem olyan. Mint amikor az alma héj. Almának a héját rágunk. Van egy kis plusz íze. Tellemes, jó fogyasztás a szőlő. És elég jó bírja. Ezt a kis sárgát. Sok szőlőnél el sem jutunk odáig, hogy megérjen. Ez aztán iszonyat savanyú. Mert még teljes érés előtt tönkre megy. Meg se tudjuk kóstolni, milyen lenne igazán, amikor érett. Közben kortyogatunk. Ez itt borzalmas savanyú. Mossuk az ízlelő bimbóinkat egy kicsit. Ki kell mosni a számból, mert aztán a végén már mindennek egyforma íze lesz. Hát pedig annak már... Ja, ez a valek. Aha. Napos részem. Mondjuk az idén a valek sokkal kevésbé ízletes nálam. Vízízű, de nagyon muskotájuk. Idén hiányzik minden szőlőből az a kis plusz íz. Hát jó, nem is lehet összehasonlítani a tavalyi évvel. De amit vittem neked, narancsízű. Na hát az egyből, ahogy az ember a szájába veszi, robban a bomba. Na látod. Nézzük a zsizelt. Ez nagyon finom szőlő. Nálam már leérett teljesen. Ú, de muskotályos. Nem is muskotályosnak nevezném, hanem egy egyedi íz. Milyen 6-8 grammos bogyók. Egy egyedi gyümölcsös muskotályos íze van. Roppanós. Mézédes. Ez jó a zsicel. Tökéletes. De ez már van neked. Meg is vagyok elégedve vele. Nagyon finom. Benne van a top 5-be biztos ízre. Ha nem a 3-ba. Egy gömbölyű bogyójú szinte. Na mit szólsz hozzá? Hosszú az a fürt. Én láttam fénykorában a zsizelt, amikor az egyikében nagyon jó sikerült Attilánál. Gyönyörű nagy fürtje volt. Fénykoromban még én is jó néztem. Olyan, mondjuk ez igaz. Elhiszem. Nem szereted a nagy muskotást? Ez jó nagy fürtje. Norvika. Igazság szerint cseresznye íze kéne legyen. Hullik lefele, tiszta. Teljes érésben cseresznye íze kéne legyen. Ez az összes muslicás ideni. Ja. Egy kemény bogyót nem találok. Nagyon savanyú. Pedig ez egy jó fajta, de... Kóstoltuk 3 évvel ezelőtt, az egyik legjobb volt a Darvika. Ez a Chester. De még savanyú meg. Chester? Igen, egy híresen nagy bogyójú szőle. Darvika. Kíváncsi leszek, milyen lesz. De nálam fekete már. Zoya Darvika jelent valamit? Ú, de leveses. Nem. Az volt az ízetlen, amit kóstoltunk, az volt a Darvika. Aha. De az nem korai szőlő? A Darvika. Ez még se van, nem? Hú! Vagy ez focsült, amit mi ez? Zina. Jó lesz ez. Mikor Chester? Lesz éret? Későbbi fajta Darvika. Mi ez? Chester. 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 Igen. Elég sok mínuszt is bír állítólag, onnan néz, pingponglabda méretű bogyók. Igen, kicsit enyhén szegmentált is némelyik, látod? Ja. Gyönyörű nagy bogyó. Boris, na ezzel tudnál pingponglabdázni oda. Úristen. Gyönyörű. Kifényesítsük akkor olyan sötét bordó. Ja. Ez elvileg kék kéne legyen, ilyen sötét fehér. Magja érett. De még nem elég édes. Olyan, mint a szilvát enni akkor. Aztán... Rembo, az igen. Zója, ezt érdemes megkóstolni. Én csak a Rembo 2-t ismerem. A vietnám. Mindjárt kezdték. Megehetem? Hogy? Ez finom, tehát neked ízleni fog. Már van már leére. Ennek is van egy ilyen alma íze a végén, mint amikor az alma héjét elkezded rágni. Ez jó.
Jó szülök. Jó rendben. Brutál édes volt meg. Finom. Leszettem minden. Eltűnik a héja. Mikor teljesen érett, akkor eltűnik a sav belőle, és jó, csak egy mézédes, olvadós szőlő. És nagy bogyós, nem? Hát jó kilós hűrtöket is tud, és 15 g-os bogyókat. Itt a kacs hűrtje. A kis gyenge tőkén van belőle. Szlovákiából van. Nálam már túlérett állapotban van. Megmondtam, mi van, az nem innen van, az a fajtából van, ami Szlovákiából van. A szlovákos, szlovplantos. Ennyit jelent egy 50 km légvonalba. Egy hetet, két nézd hetet meg, is akár. Nézd meg ezt a fajtát. Ez nagyon kevés volt. Rembo, ez nagyon jó szőlő. De és idő, az milyen édes? Attila? Malina úri szuper. Na, ez is nálam már Malina gyönyörű málna rózsaszín. Még ennél is sötétebb. Mm. Nem is, hogy sötétebb, hanem... Ez szép rózsaszín. Ez üveges. Malinovi szuper. Semleges. Semleges nincs, ízű. Nincs sav benne. Jó a fürtszerkezete, nézzétek, meg olyan kellemesen laza fürtje van. Semleges ízű, de jól fogyasztható, és problémamentes szőlő. Hát nézzem, milyen egészséges, mint a makk. Mondom nálam, te ez? Katruszka, Kahovskava, oda néz. Katruszja. Katruszja, Kahovskava. Jó mondom? Kaja, Kahovskaja. Zója, hogy kell mondani? Katruszka, Kahovskaja. Vagy mi? Katruszja, Kahovskaja? Oda néz. Az ilyet tud, ezt okvetlen jelöl meg. Juhú, de az a szilvás gombóc bogyó. És kopog. Olyan kemény, hogy kopog. A pingpong labda majd. És kemény. Ezt lehetne szeletelni késsel. Még éretlen, s fanyar. És tudod, mi a másik neve? Na. Tropikána. De miért? Ha teljesen élésben van, akkor ilyen trópusi gyümölcs íze van. Nem mondom. Hú, de olvadós. De ez teljesen de nincs héja szinte. Azt mondta az Attila tavaly is teljesen beérte rózsaszínre. De jó. Ízben még nem egy olyan. Hát az még nagyon éreztem. De alakul majd ízben jobb lesz? Persze. Mondom, trópusi gyümölcs íze lesz neki. Teljesen rózsaszín lesz. Nézd, csodálatos bogyók. Aha. Katruszka, na mindegy. Katruszja Kahovskaja. Katruszja Kahovskaja. Azaz. Katruszja. Ez mit jelent? Katruszja az ukránul kata, csak becézve. Aha. Kahovskaja, hát az helyiséghez van. Uh-huh, ahol volt. Ja, igen. Aha. Kahovskajahez, vagy mondjak erőmű. Az igen, kedves. Igen, aha. De nagyon jó kis méretes bogyók, mi? Bebújtam itt a szőlő alá, mit találtam? Ezt nézzék. Anita. Az viszont nálam az nagyon finom. Első termés van nálam. Muskotályos. És gyönyörű. Oda néz, mi fürtök. Ukrán Anita és a magyar Anita az nem ugyanaz. Aha. Két Anita van a piacon. Hú, de finom. Nagyon édes, leveses. Ropogós. Később lesz egy kis muskotá íze is. Mondjam, tudom, hogy annyival előrébb vagyok. Igen, ez a Romeo. Kiállításon volt egy-két jó, kilós. Jó, egy fürtöket tud. Oda és minden veszőn egy ilyen fürtöt elbír. Nem mondod. Tehát ez, és ki is fogja nevelni, és meg is fogja érlelni. És milyen az íze? Semleges, húsos. Hmm. Húsos, édes, semleges ízű szőlő, de igen, nagyon jó eteti magát. De ez a kinézet azért. De hát ebbe bele kell nyúlni sajnos, ezt meg kell ritkítani. Én megritkítottam egy kicsit, de még így is nálam is tömör lett. Ez az egyetlen hibája, semmi más hibája nincs, mint hogy bele kell nyúlni a fürdbe. Hú, de jó muskotályos. Nem az én... Milyen brillant muskát, ugye? Azt akartam mondani. Hú, de jó muskotályos. Csak vastag a héja, ugye? Brillant muskát. Brillant. Vastag a héja, kicsit rákos, de nagyon muskotáló. Az íze? Hát tavaly bomba volt. Uh-huh. Bomba íze volt. Uh-huh. A brillantot azt ti is úgy használjátok, hogy csillogó vagy ilyesmi, ugye? Ez a neve, igen. Alma. Brillant. Megjelő ilyen? A héja miatt nekem nem. Nem jön be. Ja. Drága kő. Kicsit rágos a héja, de nagyon muskotályos. Itt is van valami nagy ágyú. Van ebből amúgy. Itt is van egy nagy ágyú, valamilyen monark lehet?
ezt is, ezt se lehet eltéveszteni, nézd csak Miki. Kicsi, tipikus kis tenyérbe mászó fürt. Gyönyörű, egyforma nagy bogyók. Ez egy ember kényelmesen egy evésre szépen el is tudja fogyasztani. Igen. És elég korán elkezd cukrosodni, és sokáig bírja a tőkén. Szépen be fog sárgulni. Ez az egy fürt van rajta. Ez a monar. A jó kis szőlő. Ekkoracska fürtök, nem hoz nagyobbat. És egész sárgára, aranysárgára be fog érni. És lesz egy kis muskotája is. Nézd, tulipán. No, ebből van. Itt nagyon jól kötődik. Nálam borzalmas a kötődése. Rádzsa. Hú, de ropog. Ez is először terem nálam. Dílen a szám. És csak Rádzsának van a legszegmentáltabb bogyója, ide néz. Igen. Néha van olyan bogyó is rajta, mint a sütőtök, olyan fodros. De nagyon robban a szádba. Kemény, kőkemény. És már finom édes. Eldurran a számba. Mondhatjuk középérésűnek, vagy középkorainak. Rádzsa. Finom. Rádzsa. Vigyázz, főrobban a szádba. Szétdurran, és utána azonnal ömlik a le. Biztos, figyeld. Bum, föl is robbant. Hol a szemüvegem? Jó, majd rakok be egy ilyen robbanós effektet. Leesett a szemüveg? Itt van. Hú, nem baj, majd meg... Hát felrobbant. Felrobbantál, de túléted. Oda nézd, milyen bogyó. Szép. Itt a szegmentált bogyó. Itt is. Gyönyörű. Mint a sütőtök, némelyik olyan. Na, milyen szép figurájú. Vagy formálom. Jó ízű. Ez egy jó fajta. Robban és azonnal elolvad. Nem nyílik? Nem. Ez nem repedős. De érdekes formája van. Nem akarom mondani, mire hasonlít. Egy popsi. Igen, egy popóra. Tudtad, hogy mit mondjál, csak nem tudtad részre, szépen mondani. Nem kettő, három. Több részre három. Is. Három, nem kettő. Ja. Ez is nézd. Mondjuk, ja, az összes testé. Ezt bánom, hogy nem vittem még. Fétont. Itt voltunk decemberben, vesszőkérés. Hibátlan fétonfürtöket fogyasztottunk. Az egész ültetvényben ez az egyfajta volt már csak hibátlan állapotban decemberben a szőlőtőkéken. És finom, élvezhető volt. Persze, az egész sötétre érik. Szerintem ez még nagyon éretlen. Ez még nagyon éretlen, nem is csípek. De brutális, gyerekek, ez 3 kilós fürt. Ha egy fürt. Itten a. Őrült nagy. Vannak ám olyan fantázia nevek a magyaroknál is, hogy... Ez egy finom szőlő, itt nem tudom. Ez nem a Kira? Nem. Kira. Ezt is megismertem, látod? De ez egy finom. Ez kérlek szépen nagyon késői, tehát ez ilyen szeptember vége, október, amikor tökéletesen érett. Kóstol már, milyen jó egyedi. Olyan, mint a mini Dubovsky, olyan komikor megérik. És egy icipicit labruskász és muskotályos ízt érzek rajta. Milyen jó íze van ennek a Kirának. Már ilyenkor íze van, gondoljátok el, milyen íze van, amikor már teljesen érett. Hú, de finom. Egy pici labruszka és egy pici muskotály keveréke. Nem labruszka ez, te valami. Mert majd nem eszembe jutó. De jó. Adjunk a segédünknek is, nagyon egyedi íze van. Tényleg olyan. Kicsit finom. Mi kicsit ez az amerikai ízvilág, ugye? Kicsit az a Delaware is, Otellós és a muskotály keveréke, ami egyedi, egyedi íz. Nem kóstoltam az amerikai embereket, hogy annak. Hú, de finom ez a Kira. Jó. Hú, nekem ez ízlik eddig a legjobban. Ez egy teljesen egyedi íz, ez majdnem olyan egyedi íz, mint a Jupiter. Szerintem van is benne rokonság. Biztos, hogy felhasználtak valami amerikai szőlőt a kitenyésztésében. Hú, de finom. Van ebből két oltásom, vagyis egy gyökeres, meg egy oltás. Rosszul kötődik. Rosszul kötődik, de milyen finom ez a Kira. Na, itt van egy teljesen rózsaszín lesz egyébként, még ennél rózsaszínesebb lesz. Írd föl nekem, hogy ez a Kira. Meg jelöljük is meg a tőkét, ha veszünk meg. Na, jóró vágjunk majd télen. Hú, ez a Kira, ez nagyon jó. Hogy? Tavaly UNS jártuk. Ja, végigjártuk. Ha bejelöltétek, ami ízlik. Ne legyen tévedés. Na, ez a Kirával jól laktam. Pektorál? Jó kis színű. Ez csak nyújt. Nagyon bányták a bogarat.
Hú, de édes. De keserű a héja. Nem is vittünk tavaly se. Azt hiszem. Bogatyanovszki. Nagyon. Csodálatos szőlő. Én mondtam, hogy jobb érdemes taporítani. Én nekem nagyon ízlik. Beton, kemény, olyan, mint a töltött cukorka, kívül ropog, belül van egy ilyen kis zseli a közepén. De finom, finom, van egy kis jó sava is. Jó, mi? Ott minden van. Bogatyán. Itt van bogyó, van íz. Ez nálad is íz lett. Tekintélyes, igen. Amikor annyi, hogy igazából sose egyenletes a bogyója, igaz Attila? Ugye ez nagyon tetszik nekem, ez a szín. Hát már 5-6. Hú, de jó ez te! Hú, de érett! Ez is az még? Ez is az? Ez már jó érett. Ez már hát kapott fényt, látod? Postod már meg. Nálam már leérett. Postod már meg, tudom, érettem hát, ilyen komoly. Tudom, milyen érettem. Hú, de édes! Ebből nem szabad megenni egy ekkora fürtöt, mert kiakad a cukormérő. Az biztos. Talul is nézd be. Ez egy jó fajta ez a Bogatyanovszki. És akkor itt van másodhajtások. Van rajta. Ez jó fajta. Hú, hallod? Ez itt a legédesebb eddig. Szerintem ez a dacnika, nem? Ez a dacnika. Hú, de édes. Jubilee Herzenko dacinka. Ezt is meg lehet ismerni. Hátszéllel 500 méterről. Ez jó 30-as cukor. Kóstolom. Ez teljesen túlérett állapotban van. Ez szuper korai. De ez a maximum, ennyit tud. 8-10 grammos bogyót maximum. Jubilee Herzenko dacinka. De nagyon finom. Hú, micsoda íze van. Olyan édes. Kóstoltad már? Hú, de édes. Keresünk. Ez talán a legleg. Hú, ez itt a legédesebb eddig. Zsizel, dacnika. Nézem, hogy ne legyen borízó. Kira nagyon finom volt. Nagyon-nagyon finom. Ugye? Egy igazi ízbomba. Mézédes. Finom, mi? Finom, és nagyon korai. Tehát egy hónappal ezelőtt már élet volt. Azért látszik is, mert be van mazsolásodva. Hú, ezek a mazsolás fürtök, de komolyak. És ugye érett állapotában ilyen halvány rózsaszín, olyan szederjes. Most pedig már teljesen be rózsaszínes. Attila, ez már tőkén aszalódó fajta. Nem mondom. Isteni. És ha beszélhetnék csúnyán, akkor mondanék valamit, hogy milyen édes. És amikor rágod a héját, akkor a héjából egy ilyen fűszeres, ilyen szerecsendiós, vagy nem is tudom, milyen íz jön ki a rágod a héját. Ú, jó, összeragadt a szám. Kellene egy valami víz. Ez is már tudja jönni. Super extra, nagyon kemény. Ez mi csoda, Ati? Húsos. Ez super extra? Nagyon jó húsos. A zselés. Igen. Tényleg olyan, mint a szinte gumicukrot rágnak. Ez is egy korai jelvileg. Hú, de jó állaga van. Ja. Hú, gyereket. Mint a gumicukor. Simán édes, de nagyon édes ez a kis fürt. Aki ki tudja várni, hogy a Super ezt extra beérjen rendesen. Hát körülbelül ezek is ilyen semmi lészinte. 10-11-2 grammos van, itt a nagyobb bogyók is azért. De ilyen jó van egy sűrű zselé. Van egy körbe íze is. Most ott csak olyan, mint a... Ropog. Mézédes. Jó, ez a kedvenc színem, amikor így... Sűrű húsa van. Bebarnul szinte a sárga szőlő. Ilyen mi miért nem jutunk? Nem tudom. Már különlegeset akartunk. Milyen azt... kört és gumicukor. Melyik? Ez? Ez a kruszt? Narancs. Mint az olasz paradicsom. Gyönyör. Dinnye? Sütőtök. Micsoda? Mecsta fermera. Mecsta fermera. Mecsta fermera. Farmer Alma. Alma. Farmer Alma. Farmer? Farmer Alma. Alma, ugye? Igen, Alma dozik. Farmer Alma? Igen. Van valami jó lesz. Egyelőre nincs, egy kicsit még életlen. Az állaga nagyon jó.
tekintélyes bogyó. Ati? Ez melyik itt? Mi ez a kis piros? Ja, ebből szedtél nekem azt a különös bogyót? Hát itt már jóval érettem. Ez a farmer. Farmer Dream, nem? Hát, hogy ugyanez a két fajta, de angolra fordítva. Farmer álma. És hol van ez? És miért nagyon nem édes. Ugyanilyen figurája? Úgy látszik, hogy csak egyet-egyet hoz ilyen különleges bogyót. Nálam a muszkát szolomka szokott hozni ilyen alma formájú, meg ilyen szegmentál bogyót, de csak egyet. Farmer Dream. Melyikből leszette? Ebből a fajtából szedte. Oda nézd, milyen bogyók vannak itt lejjebb. Farmer álma. Árucsni. Donyecki lugas. Donyecki lugas. És ez... Milyen? Ezt? Hát, de ez fagyáló. Igen. Háromnegyedik év után már kezd fagyáló válni. És akkor jobban bírja, amikor felfuttatják. De nagyon édes, jó kis. A egyedi kellemes íze van. Következő. Ezt elfogadnám lugasnak amúgy. Krasavcsik? Krasavcsik, beszél a bogozó. Mely? Krasavcsik. Szépség. Ez a piszanka fajta, Krasavcsik. Szép fiú. Tényleg igen. Szép. Tényleg szép legény ez. Ez jó fajta. Ilyet vittél ezért. Ilyet vittem. Nagyon erősen kötődik a kocsányhoz. Ati, ez mikor éred be? Uh-huh. De mikor érik? Most. Krasavcsik. Most érik, barna a magja. Piszankának a fajtája. Finom, csak kicsit vastag ilyen. Rendkívül íze nincs. Pedig egy jó muskotásnak mondták. Annak nincs. De szép, szép. Édes, savas, ropogós. Ez is egy szép, ez mi? Nézd oda, milyen jó pofa. Ja, ez még mindig a lugas. Aha. Csak ez valószínűleg rosszul kötött, ugye? Mert sokkal nagyobb bogyók voltak a másikon. Ezen csak apró bogyó van. Krasavcsik. Itt voltak valahol ilyen nagyobb bogyók is. Nem? Én sem eszek meg már mindent, mert felik a gyomor, pedig nem kicsi. Azért finom ez a krasavcsik. Jó. Ez nem tudom, ugyanaz lehet. Citrusos. Szerintem igen. Mert ennek másabb az íze. Édes. Mi ez? Ennek másabb az íze, mint annak. Már érettebb. Oda nézd, milyen a magja már, szinte fekete. Ez is krasavcsik. És ennek lehet érezni egy kis, talán egy muskotárcsú. Aha. Ez finom. Attila, ez még az lehet? Fehér katruszja? Ja, belül velikán. Azért édes, az is már nálam is megér. Belül velikán? Vagy pelikán? Velikán. Béli velikán. Fehér óriás. Fehér óriás. Kérem, ennél hitelesebben nem tudjuk mondani. Hát igen. Mutattam a posztlányikot. Nekem is van ez a fajta lugason. Nagyon nagy bogyókat tud. És mézédes. Posztlányik. Itt is benne. Ez mind posztlányik itt. Nálam is hasonló, hogy vannak ilyen kis aprók rajta, és akkor van egy pár nagyon nagy bogyó. Hát ez a kötődés miatt. De édes. Ez is posztlányik. Nekem nagyon tetszik ez a fajta.
Ez az? Egy-két szép bogyót létszőre megkóstoltassam. Az az. Na? Bananász. Van még bananászod? Igen, a túlélettekből már egy kicsit elment az íz, de összetéveszthetetlen. Összetéveszthetetlen íz meg bogyó forma. Nézzétek ezeket a kis kecskecsöcsöket. Kecskecsöcs. Jobban, olvad, folyik a lé. Íz is van, minden van. Ú, de finom. Bananász, hogy nem megy ki soha a divatba. Egy hibája van, hogy el kell találni ezt a időt, amikor a legfinomabb. Ú, nagyon ízbomba. Mindenfajta. Citrusos, gyümölcsös ízek. Mézédes. De szép ez a bordó. Főnök? Zárja a nyeszvetája? Hát akkor ennek nagyon jónak kell lenni. Muskotályos. Zárja a nyeszvetája. Kicsit túlélet már. Aszosodik. Milyen neve neki? Mind az öreg asszony cicia olyan. Mondhatod meg egyszer a nevet? Zárja nyeszvetája. Zárja nyeszvetája. Zárja nyeszvetája. Micsoda? Zárja. Zárja. Nem zárja. Zárja. Jó, hát ez. Figyelj, mire kérünk a sor végére. Megkelt a zárja. Végül is ilyen. És a nyeszvetája? Az egy helység? Nem, ez embernek a neve, ki nem esítette. Van padárak nyeszvetája, van zárja nyeszvetája. Igen, olyanon vannak. Tehát a nyeszvetájának a nap felkeltéje? Igen. Mesés. Hogy álltok itt a kaja ügyileg? Még bírom. Jó vagytok? Egy 4 kilóra vagyok hitelesítve. Még csak ezt a sort tettük végig. És még sok sor van. Na, van egy pár. Szkala. Fehér hegy, úgy mondjuk, hogy fehér, inkább szirt hegy, ami köves. Mert a hegy az bármelyik lehet, de a szkala az kifejezetten az, ami köves. Oda nézz a mi fürt. Hallod, Miki? Béla, a szkala? Melyik? Fehér, köves, szirt. Azt jelenti magyar. Jó volt. Fiam. Na nézd ezt a fürtöt, te. Csodálatos. Ez is ugyanak? Ez a Béla Eszkála, akkor az ugyanaz. Itt besítanak meg ezt a nagy bogyókat. Ja. Ez is a Béla Eszkála. Nem ez. Csodálatos, úristen. Ja. Úristen. Ide nézzetek, hát ez egy kréti tojás. Ja. Struc tojás, figyeld. Nem fog ki rajtam. Úgy mondom, hogy jó lesz. Ja. Éretlen meg. Dasunya. Dasunya. Fél éretten gyönyörű csíkos, közelíts ide, de itt látszanak még a csíkok. Ja. És akkor teljes érésben pedig berózsaszínesedik, és egy mézédes muskotályos. Tényleg nagyon édes. Finom. Mézédes muskotályos szőlő. Nagyon jó. Ropog. Na, Vektor. Vektor. Gyönyörű szín, gyönyörű bogyók, gyönyörű egészséges fürtök, nincs egy rohadt bogyó, nem látunk rajta egy rohadt bogyó. És ízre? Hol lesz? Kóstoltam? Azért kóstoltam, még egyszer mondtam. Jó? Jó, édes. Húsos. Nagyon édes, jó. Citrusos. Egy pici-pici fanyarkás íze van. Ja. Szerintem el fog múlni. Jó. Ez a fehér? Igen. És ez mi? Innen hátulról kell keresni egy egészséges nagy bogyót. Eszméletlen finom. Mi ez? Apolló? Nem, Apolló ez a bordó. Valóz erdő pedig itt a jelünk, nézd meg. Csak a Miklós. Ja, Miklós. Attila. Attila kettőt kapott mindenfajtából. És az egyik helyett, az egyik Apollón helyett egy fehéret küldtek. Hú, de finom édes. Mese finom. Mese finom. Igen. Nem tudjuk a nevét. Nem tudom, milyen állaga van. Isteni. Húsos, olyasmi, mint a Super Extra, olyan az állaga. És a tökéletes muskotály íz. Az a benne rossz. Annyira muskotályos. Annyira muskotályos, hogy már nem jó? Ja. Apollón van ráírva, de ez nem az. Nem, az kérdésből más küldtek. Jól lenne tudni, hogy micsoda. Egy biztos, finom.
Lónó. Lónó, ez tényleg mellett jelent, vagy cicit? Méh. Te egészséges méh. Fajta. Méhet jelent? Igen, méh. Gyönyörű ez a lónó. Gyönyörű, itt vannak a óriási bogyók. Óriási bogyók. Csúnyát mondtam az aztán méh. Édes, savas, leveses. Különös íze nincs, de feltűnően egészséges. Ez az? Olyan csúnya volt, mikor itt voltam tavaly, hogy vittem és félre csesztem. Mi ez? Rusz? Ruszból vagy ruszból? Ruszból. Mi lehet a neveszteni? Ruszból vagy ruszból? Hú, ez baromi finom. Azt amúgy. Ez is késői, nem? Muskotályos. Citrusos. Ezt is írjuk föl. Ezt írt föl. Nézd, mi fűrtök. Hol van a cetlia? Nincs meg? De tetszik. Hogy van írva? Találjuk. Ez flamenco. Ben van itt? Flamingo. Flamingo. Ide van írva? Ez a rusz valami. Annyi szőlőt ettem, mindjárt WC-n kötök ki, de ezt még megkóstolom. Hát megnézem interneten, hogy hasonló lesz, akkor tudok. Húj, de ropogós. Ruszból, ropogós. De nagyon, mint a limonádé. Csodás színei vannak. Az. Ugye a naplementébe a századik kóstolás után már minden szép. Gyönyörű, finom. Jó, mi? Ezt jelöld meg, Natilla. Teljesen jó szó. És mennyi van rajta? Jó, tartja magát. Nem egyenletesen színeződik, de lehet, hogy eznek még kell egy kis idő, és akkor befog. Lehet, hogy nem is lesz egyenletes. De. Hát, jó. Attila tudná, ha emlékezne ennyiből. Nagyon édes, nagyon hát finom. Ezt kóstoltuk előbb, nem? Nem, a másik bokor egész más. Ezt mondtam, hogy igen, nagyon finom. Valószínű ebből lettünk tavaly decemberben. Ez nagyon finom. Nem tudom, ez milyen Árkádia, de egy baromi. Jó vonal, vagy az anyatőkéhez közel volt. Baromi jó. Jó tanács. 100-nál több fajtát ne kóstoljunk, ha nincs a közelbe WC. Mert nem biztos, hogy kiérünk a sorok végére. Olyan karcsú is lettél. Hú, legközelebb óvatosabban. Atya ég. Muszkát medovi? Nem, muszkát mi ez? Muszkát azos. Muszkát azos? Atya ég, milyen muskotályos. Muszkát azos. Herszoni kiskert. Kis kertésznek. Kóstoltad ezt enni? Kertésznek az évfordulója. Igen, igen. Ú, de muskotályos. Mint a legjobb magyar fajták. Igen, vittem belőle volt, ami csak valamiért nem sikerült. De ez 10-ből 9 olyan muskotály. Ügyes kis, de finom. Jó kis tenyérni fürtök. Simán meg lehet enni, se kicsi, se nagy bogyó. Szerintem teljesen ideális. De finom. És ebből is decemberben ettünk még. Igen? Persze. De jó, nagyon édes muskotás. Ennyit mára. Jó, belakmároztuk. Köszönjük Attilának, hogy megmutatta itt a fajta gyűjteményét. Köszönjük szépen. Kiválasztottunk jó pár fajtát, remélem kapunk majd belőle, ami ízre a legjobban ízlett. Legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok. Sziasztok.